útvonalon történt a laktanyában mindenféle bejövetel és kivonulás. Ez azt jelentette, most gondolom, hogy sokuknak van jogosítványa. El tudják képzelni, ha bejönnek ide egy ilyen trabanttal mondjuk, már nincs ilyen, vagy simán bejönnek, meg kimennek. A beérkező útvonal teljesen más volt, mint most, itt jöttek a járművek, itt mentek ki. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy sorkatonák vezették az autóbuszokat. Ha lesz szerencsénk, ott a úton már fönt láttuk az étkezdén egyet, azok a típusú buszok voltak nekünk, amik most ezek a kigyulladósak a BKV-nál. Nem gyulladt ki egy sem, csak ezzel a busszal egy hajtásra bejönni és itt elmenni a szűkbe, meg ugyanott kijönni, és ez oszlopban volt. Abba az időben én elmondtam önöknek, hogy három fő feladatunk volt, amikor elmentek díszelegni, akkor három busz ment ki minimum, de amikor az Őrségekbe kimentek 14 Csepel, 344-es, a férfiak tudják mi az. Tehát oszlopba mentünk ki. Tehát ezt a szűk helyet használták. És egy érdekesség, én abban a 80-as években is elég sokat foglalkoztam a külföldi dolgokkal, és az olasz lapba, a 82-es szeptemberi számban ez az Expresso, L'Expresso című olasz lapba, ez egy ilyen magazin volt, egy hatoldalas cikk jelent meg a kádári Magyarországról, abból négy oldal volt elől az alakulatról, nem tudták eldönteni, hogy kik járnak itt ki. Tudják azt, hogy a rendszerváltás előtt, a laktanyák előtt hívott téve, hogy fotózni tilos, meg utána is, mindegy melyik oldalról jöttél. Már mindjárt tudtuk, hogy akkor itt van egy érdekes dolog, és elkezdték nézegetni bárhonnan, hogy mi is. Fényképeket adtak le, hogy megy Csepel, megy busz. Semmi más nem tettünk, csak kimentek a díszelgők Ferihegyre, vagy oda, ahova kellett, és elmentek az Őrségek oda, ahova kellett. De ami az érdekes, hogy egy ilyen régi 100 éves épületből, mostani nekedben régi konstrukciókkal, ezekkel a kis átjárókkal hogyan tudtak elmenni, kitűnően, sose volt baleset. Na, itt bent nem, de ott kint sajnos igen, jött a katonai rendész, leállította a forgalmat, volt, amikor 10 perc is majdnem beletelt, mire itt leállította, és ott elég sok volt a baleset ott, mert hülye mindig volt, aki nem állt meg, elvitte a rendészt, sajnos volt belőle nagyon baj. Jött az új helyőrségparancsnok, azt hiszem 85-ben, lezáratta ezt a részt, meghagyva a homlokfalat, megnyitotta ott, ahol bejöttünk, és azóta személyi és járműforgalom ott megy. Ez a hely, ez az Alaki tér, ez a tízzászlajnak volt a legfőbb mozgástere. Itt készültek fel a katonák különböző kötelékben. Az én időmben még volt díszemle, most tessék elképzelni, hogy ha most a négy emberhez viszonyítjuk, akkor mekkora volt a terünk. Milyen kevés volt a hely, amikor egy komplet tízzászló, nem is tudott itt gyakorolni, mindig bérelni kellett helyet abba az időben. Tehát most az első világháborúra, ugye és a 100 éves építményre emlékezünk, és azt hiszem mindenki összejött, most akkor átadom a szót a hagyományöröknek, konkrétabban megtudott az első világháborúra. Üdvözlök én is mindenki, Sándor Zsolt vagyok. Ennél a bemutatóhelynél az a feladatunk, hogy 100 évvel ezelőtti időszakot felelevenítsük, hiszen 100 évvel ezelőtt 1914 áprilisában adták át a laktanyát a funkciójának, és akkor a 29. gyalogezred kezdte meg itt a tevékenységét, mégpedig abban a felszerelésben és öltözetben, amit itt a mellett lévő két gyalogostan látunk. Bátran jönni és meg lehet ismerkedni a zsoltban. A katona elkövetett valami olyan fegyelemsértést, amivel a parancsnok a fogdabüntetéssel illette, az itt töltötte le, mit tudom, hogy 21 napot vagy 30 nap a maximum. Azon felül már nagyon súlyosabb követett el. Tehát ide került be, itt volt a fogdában. Mivel említettem, hogy országos hatáskörű katonai rendészszolgálatot láttunk el, például leittasodott katonát, mert ilyet bárhol lehet látni, tegnap én is a 8-2 közepén találkozom, nem katonával, civillel, ezt sűrűbben találkozunk, tehát láttak a katona, és az a katona mondjuk Debrecenbe, vagy Győrbe, vagy Szűzmárre tudja hova ment haza, ide hozták be, kihozanodásig felügyelet alatt volt, nem bántották, nem verték, mert semmi ilyen dolog nem volt, kiértesítették a parancsokát, és azt küldte, és a további eljárásig, ha ő ott ezért a cselekményében leittasodott, mondjuk kapott egy hetet, már az adott helyőrség fogdájába töltötte le a büntetését. Tehát ez csak a budapesti alakulatokra vonatkozott, egy kitétel volt benne. Abban az időben voltak ezek a, most azt mondjuk, rendvédelmi szervek, akkor fegyveres testületeknek nevezték, rendőrök például, munkásőrök, akkor ezek a vámőrök, meg akinek fegyvere volt,
bármi olyan fegyelemsértést követett el, amivel a parancsnok a fogdával sújtotta, azok itt töltötték le a 30 nap, illetve fél év alatti büntetésüket. Ezt öltözetben úgy kell elképzelni, hogy a katona zöld gyakorló öltözetben, ilyeneket még lehet látni ugye vadászüzletekben, az volt a gyakorlójuk, illetve mit tudom én, a rendőr ugye azoknak kék vagy szürke volt a ruhájuk, de nem volt rajtuk a rendfokozatuk. Tisztek, tiszthelyettesek is ide kerültek gyakorlatilag. Na most csak egy konkrét példa, elég kellemetlen volt, egy életből hozott példa, jöttünk le ide az Alaki pályára gyakorolni, díszelgésre, és akkor kiabálnak innen lent, hogy szevasz Laci, itt vagyok, és nem tudtam kicsoda. Gimnáziumi osztálytársam rendőr volt a 11. kerületben, azt se tudtam, és hát az őrizetes megszokott tőle, mert ő fáradt volt, éjszaka elaludt, és fogta, kimászott ott a 11. kerületi rendőrség, tudják, hogy hol van. Kimászott, elment, kapott egy fél évet, és így töltötte le. Na most ők, mondtam, hogy rendfokozat nélkül jártak a fogdába, de a saját maguk kiszolgálását ők végezték el, ez azt jelentette, hogy biztos láttak ilyen alumínium nagy edényeket, lábost, meg mit tudom, mert ilyen fedővel ellátott, nem fazék, az csak nem tudom, hogy a hordeszközt. A konyhára sorkatonák, a mi katonáink, akik az őrzésvédelmet biztosították, vagy a fogdának akart, olyan éles fegyverrel kísérték őket le az étkezdébe, hozták az élelmet, osztották ki maguknak, ettek. Annyi szeparáció volt azért a dologban, hogy a tisztek és a tiszthelyettesek meg a sorkatonák elkülönültek. Most nem így, hogy rendőrtiszthelyettes, mindegy, tiszthelyettes volt, teljesen mindegy, hogy melyik rendvédelmi testülethez tartozott, vagy akkor máshogy mondták. A séta viszont azon az udvaron volt, amit nem tudok önöknek megmondani, az egyik végén a gyodát itt látják, a másikon meg ott, oda mehettek sétálni. Most ennek az épületnek teljesen más a funkciója, nem alaprendeltetési. A Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak sok eszköze, tárgya van, amit itt helyeztek el, az emeleteken, ahol a fogda volt. Oda értelemszerűen nem tudunk bemenni, azt lezárták. Ha valaki jár Dél-Ázsiába, mondjuk a Vietnám, Laosz, Kambodzsa, Tájföld ezen a területen, sokszor találkozik olyan, mert kitűnően beszélnek magyarul, ilyen 40-50-60 éves emberek, mert orvosok, katonák, diplomaták lettek. Hát itt voltak Afganisztánból is. Általában, amikor velük beszélgettünk, elmondták, hogy őket gyakorlatilag egyfajta európai kultúra felvételére kerültek ide, elvégezték az iskolát, többek között az afgán fickó, az diplomataként visszament az országába, és utána diplomataként dolgozott tovább Magyarországon, vagy a világ más térségébe. Itt voltak elszállásolva. Itt volt nekik a zömének a tanulásbiztosítás, a pihenőhelybiztosítás. Úgy jöttek, mentek ezek az emberek, mintha hivatásos katonák lennének, bejöttek, meg volt a belépők, elmentek oda. És utána reggel mentek a saját egyetemeikre, tanultak, visszamentek. 1989 az idősebbekek tudják, rendszerváltás előtti hónapok voltak. Júliusban Kádár János meghalt, Ravatala a jelenlegi képviselőházban. Érkezik George Bush amerikai elnök egy napon. Tehát ott a katonák biztosították a tiszteletadást a katonai temetésnek, díszőrséget álltak, a tömeg ment, nézett, búcsúzott minden a Kádártól. Közben érkezett a Bush, aki ugye nem ment el megnézni, de borzasztó nagy vihar volt. Hatalmas nagy eső, aki akkor emlékszik erre a dolgot, ami nagyon, mert még gatyára áztunk. A zászló előtt a Kossuth szoborral szemben felsorakozott a díszászlaj, az akkori vezető parancsok, az ezredparancsok volt ma is él tábornok és a baráti körül tiszteletbeli elnöke. A George Bush összetépte a papírt, és nem mondott beszédet a időjárásra való tekintette, meg lehet, hogy meg is sugták neki, de mi gatyára áztunk. Levonultunk, bejöttünk a laktanyába, és innentől kezdődtek a gondok, mert hogy másnap ugyanúgy az embereknek menni kellett, és ha látják ezeket az öltözeteket, a ruhákat, hát ez nem olyan egyszerű, mint a farmeniget ledobom, és akkor át, meg a mosógépet, például a misszióban voltam, akkor bedobtam, én rám került a sor, akkor nem a fehéret, a zöldet, hanem a zöldet. Meg kimostam, betettem a szárítóba, de a másik kollega már mosta, és kivettem szárazon, én még kivasaltam, ő nem. Hát itt nekünk elő kellett készíteni ezt az öltözetet, mert a George Bushnak a programjai, meg a Kádár temetések párhuzamosan mentek, és akkor jön újra a Józsi, hogy hogyan oldották meg, hogy a ruhák ugyanúgy nézzenek ki, az egyváltás, amiben szaráztunk, bocsánat, kifejezésre, az hogyan jelentkezett másnap, és akkor... Tiktok és sorállomány volt, tehát az még elképzelhetetlen volt, hogy az olyan a két-három ruhája legyen, tehát elképzelhetetlen volt. Természetesen az időszűké miatt ezt július elejét képzelni. Beérkezett a díszászlaj 172 fő plusz a tartalék, tehát ez egy 200 főt jelentett. 200 ruhát másnapra megszállítani, megvasalni, az nem gyerekjáték.
Úgyhogy mire beértünk, addigra a kazánra főfűtettük, aminek mi kapjuk a melegvizet, illetve a fűtést nyáron kellős közepén. Hatalmas ilyen, mit tudom én, 2 tonnás izét a kazánok vannak benne, és főfűtötték az összes kazánt ízásig, betoltuk a ruhákat gurulálványon, Málfán egyesével, illetve hát ugye a 200 ruhát, mindegy 2 óra alatt elkezdett száradni, amelyik már száraz volt, a hölgyek tudják, hogy vizes ruhát elkezdünk vasolni, az ördög kifényesedik a papíratban, ez nem lehet. És amikor már megszáradt, akkor már futározta, hogy vitte el a műhelybe, akkor még nem itt voltunk a másikba, vitte le, és akkor azért a csajok már nyomták a vasalást minden, úgyhogy másnap reggel a díszászlalit maradéktalan ki tudtuk állítani, és azért a teljes állomány az meg ugye, rogy volt, mert egész ilyen vasaltuk, mint a műhelybe ki tudjanak állítani. Na most ennek a folyamatlányok, aként akkor ugye jött a pápa látogatás, ami ugye a 90-es évek elején, aki idősebb, azt tudja, hogy ez mit jelentett. Akkor meg viszont túlestünk, átestünk a ló túloldalára, 3-szoros felkészültséggel indultunk neki. Ez azt jelentette, hogy egy katonám, a katonám volt egy ruha, úgy hívtuk, hogy egyes értékű, ezt még mai napig is azt jelent, az vonulat úgy. Egy ruha volt neki nálam a raktárban lezsírozva név szerint lerakva, egy ruhája fönn volt a századnál név szerint kirakva, hogyha bármi történik, akkor legyen mit ad a Jóisten, a pápa elintézte fönt a Jóisten, a barátjánál. Olyan csodás időnk volt, abban az egy ruhában végig tudtuk csinálni a pápának a protokollális látogatását. Ahol most tartózkodunk, ez a Honvéd Vízzászlónak az elhelyezési szintje. Ezen a szinten a altiszti állomány és a legénységi állomány került elhelyezésre. Ez a körlet, amivel most vagyunk, ez egy legénységi elhelyezési körlet. Kétféle legénységi elhelyezési körlet, tehát különböztetünk meg. Ez az a fajta, amiben itt bent is laknak a katonák. Tehát mindenkinek van egy ágya, szekrénye, polca, illetve közösen tudnak használni hűtőszekrény, televíziót, illetve van egy kis asztaluk is. A másik fajta körlet, amit sajnos már nem tudok megmutatni, az annyiban különbözik legénység esetében, hogy ott nincsenek ágyak, illetve tévéhűtő. Az olyan körletet azok a katonák használják, akik vagy budapestiek, vagy agglomerációból naponta bejárnak. Tehát ők nem alszanak itt, minden nap hazamennek. A katonák most azért nincsenek itt a körletben, mert az a szerencsés helyzet áll fönn, hogy a mai napon nincsen feladatuk, és haza tudtak vidékre utazni a családhoz. Minden ágy alatt található egy stoki. Ugye régen volt a stokizás, ezen kellett ugye a ruhákat hajtogatni, ezt ma már nem használjuk. Van egy kialakított egységes szekrényrend. Elvárás a katonával szemben, hogy a szekrényével a kialakított rendnek megfelelően pakolja be a felszerelését, a ruházatát, szépen összehajtva, de már nem rakjuk rá a stokira, hogy lelóg, nem lóg, túl széles, túl keskeny. Minden nap a rajtparancsnokok reggel ellenőrzik a körleteket, illetve a csoportparancsnokok, akik régen századparancsnokok voltak, csak már az új terminusban csoportparancsnoki a beosztás, ők 2 hetente, vagy belátásuk szerint gyakrabban ellenőriznek, de a rajtparancsnoki szint az, aki minden nap ellenőriz. A laktanyai elhelyezés az ingyenes a katonának. Minden katonának most már gyakorlőtözethez 2 váltásban parancsa van, egy nyári, egy téli, és van még a díszelgő öltözethez is. A díszelgő öltözetet azt leadjuk mindig használat után központi raktárba, viszont hogyha valaki úgy volt feladaton, hogy már a raktár záró volt, mert később jött vissza tegnap, ő már nem tudta leadni ezt a bakancsot, ami itt is látható, egy csizmás változat, illetve mellette van a bakancs. A mi katonáink adták a megfelelő statisztériát, és akkor ezért fizetett a filmját, de rengeteg ilyenbe vettünk részt, történelmi filmektől kezdve, egészen, ha valaki látta, biztos a kétrészes film a Rárönyi Géza regényébe, ott is a mi katonáink voltak, a tömeg, a Jaricsáratok, ez minden. Na most a lényeg az, hogy a 80-as években valamelyik hülyének kipattant az agyából, hogy van egy Fantasztikus Ötletem című műfajba, a Bednai Nándor rendezett egy olyan epizódot, ahol akkor 20 ágy volt, hosszú körlet volt, ez azért már modernebb, és ezeken a vaságyakon, kék vaságyakon ilyen H betű alakú fordító volt, amivel emeletesét tudták tenni meg ott is, tehát ez egy fix emeletes volt, és ez az illető kitalálta, hogy koedukált katonaságot kéne bevezetni, ahol a fiúk voltak felül, a lányok alul. Na most én életemben nem találkoztam sose a Hernádi Juli cíművésznővel, voltam egy feladat végrehajtáson, és jövök be, megyenek az irodám, mondja nekem a szolgálat, hogy óvatosan menjek be, mert vannak be. Hát bizokul meglepődtem, ki lehet az én irodámon. Megyek be, és akkor maga kicsoda, itt kérdezte. Hát mondtam neki, hogy mondom, szabad lejönnem. Egy a lényeg, hogy ott maszkírozták őt, és akkor nekünk ez a olajzöld, hogy is hívják rumát volt, pizsamán. Na most az az igazság, hogy én a 80-as években katonán, sokat, 40 évig voltam katona,
új olajzöld pizsamát soha nem láttam. Ezen a Hernádi Juditon ez volt. Én azt hittem, mondom neki, jó a szerkoly. Azt mondja, hogy ez a milyen. Na most a film utána úgy kerültem, hogy nagy nehezen megengedte, hogy a saját irodámban legyek. Nem zavartam őket, ő már átöltözött. És a végén, amikor kezdték a jelenetet az egyik körletben forgatni, én már azt a televízióval láttam vissza, de valami olyas volt, hogy a fiúknak valamilyen vezészóra le kellett pattani a lányokhoz. Ezek a lányok akkor az Operett Színház, meg a nem tudom milyen színházaknak az ilyen balett vagy táncos karai voltak. Most tessék elképzelni, hogy bejöttek ilyen zárt körletbe, ilyen feszes, piros, meg százszorzós polckik, meg BMW-k, meg ilyen, és így sorakoztak az autóit. Mindenki csak nézte őket az ablakból, hogy mi van így, és mi forgatás volt. De mi ennél komolyabb filmekben is szerepeltünk. Úgyhogy egy-két kollégámat, katonámat, akinek ismer az arcát, sokszor visszalátott filmekben, amit visszaismételtek, hogy a körletünket használták ilyenre is.